A projekthez kapcsolódó munkálatok több kivitelezési szakaszban valósulnak meg, hiszen ugyanezen program részeként bővítették kétszer kétsávossá a Szegfi utcát, valamint megújult a Lujza utca is. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések tovább folytatódtak az örökösföldi projektelemekkel, melyek közül a Szalag utca felújítási munkái még a tavalyi év során befejeződtek. A Semmelweis utca aszfaltozása megtörtént, a téli üzemeltetést követően a kivitelező kiegészítő aszfaltozással, tereprendezéssel, táblázással és az útburkolati jelek festésével folytatja a munkát. Még márciusban elkészül a Törzs utca aszfaltozása is. Jelentős útépítések zajlottak az elmúlt időszakban a megyeszékhely kertvárosi és délnyugati részén is. Az önkormányzat a projekt részeként megújuló utak fejlesztésével a helyi gazdaságot is fejleszti, hiszen ezek itt iparterületekhez vezetnek. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétel, köztük a munkaerő mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe. Itt, ahol állunk, a Bottyán János út teljes felújítása megtörtént az elmúlt év végéig. Ez több mint 1700 méter hosszan készült el, és már folytatódik is, hiszen a Rókabokori út az onnantól kimegy a nyugat elkerülék, az több mint 2,3 kilométer, tehát csak ez az út, hogy a nagyságrendet érzékeltessem, több mint 4 kilométeres útfejlesztés, illetve földútból aszfaltutta építés. És ugye itt vagyunk az Eismann Michelin között, tehát ezek a fejlesztések indokoltak egyrészt azért, mert nagy létszámú foglalkoztatók, nagy cégek működnek itt, másrészt kis és középvállalkozások is, és láthatjuk, hogy itt az Eismann mögöttünk nem sokára befejezi a 7700 négyzetméteres új csarnokát, tehát a komplexitás ebben az értelemben is megjelenik, hogy nem csak az önkormányzati fejlesztési programra igaz, hanem annál szélesebb körben is. A fejlesztés eredményeként megújult a főpálya, útszélesítésre került sor a Huszártelep és a Derkovics utca között. A Derkovics utca és Szirom utca között parkoló és járdaépítés, illetve átépítés zajlott, a meglévő buszöblöket átalakították. Emellett már megkezdődött a Legyező, a Dugonics, a Derkovics utcák teljes felújítása, utóbbinál lesz gyalog és kerékpárút is. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel kötött megállapodás alapján áprilisban megkezdik a Szélsőbokori és a Tiszavasvári út csomópontjában egy körforgalom kialakítását. A fő cél az, hogy a kertvárosból kivezessék a nagy teherforgalmat, menjen ki a nyugati elkerülőre, a másik irányban pedig a Tiszavasvári útra. Ezzel jelentősen javul az itt élők nyugalma, a közlekedés biztonság és a környezetvédelem.